Sziasztok! Ebben a videóban egy furcsa világról szeretnék nektek gondolatokat átadni. Nem lenne szó másról, mint az írásról. Mire van szükség, mitől teljesedhet be, hogy megírjatok egy verset, egy novellát, akár egy regényt? Ironikusan azt is mondhatnám, hogy ugye, hát elég egy nagy adag papír, egy toll, vagy akár egy laptop, hogy elkezdődjön ez a folyamat. Akik nem élik ezt a világot, talán azt gondolhatják, hogy ebben a videóban ténylegesen az írásról, mint folyamatról lenne szükséges, hogy beszéljek nektek, miközben ugye az írásnak a folyamata már csak, hát hogy úgy fogalmazzak, egyfajta beteljesülése ennek az egész körforgásnak. Mit jelent számomra egy író, aki úgy tényleg az írót személyesíti meg, testesíti meg? Én úgy gondolom, hogy egy olyan személyről beszélhetünk, aki mindenképpen több életet él. Nem képes kétszer ugyanúgy alkotni. Egy rendkívül olvasott ember, de nem a saját szemszögéből, hanem mindenképp a környezete állítja ezt róla, tehát a környezete számára. Ő maga azonban folyamatosan kapukat nyit ki, lyukakat tömb be, és minél több világot ismer meg, ugye az irodalom által, annál többet és többet akar még és még, hogy töltődjön, hogy elérkezzen abba a lélektani, arra a lélektani szintre, ahol egy újabb regény, egy újabb műnek a megalkotására képes. Ahhoz, hogy írhassatok, ez rendkívül kis klisésnek fog hangzani, rengeteget kell olvasni. Illetve nagyon szükséges a tapasztalat és az alázat. Ezek olyan kis általános fogalmaknak tűnnek, amik olyan mondva csináltak, hogy valamit elmondhassak, de nem, ez valójában is így érzem és így gondolom. Ha egy író meg van elégedve az olvasottsági szintjével, úgy gondolja, hogy egy átfogó tudást szerzett, és onnantól fogva ő neki az írásra kell koncentrálnia, ott mindig legyetek egy picit gyanúsak, kezeljétek mindezt nagyon, ahogy mondom, gyanús szemmel, mert talán egy rossz útra tévedt gondolat az, ami ezt elindíthatta, ugyanis az a fajta töltöttség, ami egy író számára nélkülözhetetlen a mindennapok során, hogyha egy valójában egy hivatásos, tehát hogy az életét ez a folyamat tölti ki legfőképpen, ahhoz neki minden nap töltődnie kell az olvasás által, hogy nyugodt lélekkel mozogjon a világban. Egy picit elvontnak tűnhet, de tényleg így gondolom. Mi előzi meg az írást? Ugye erről akár egy külön videót is lehetne készíteni. Mint mondtam, rengeteg olvasás, és itt nem hónapokra gondolok, hanem nyilván évekre. Ne váljunk egyoldalúvá, egysíkúvá, sétáljunk, lavírozzunk a műfajok között. Adjunk esélyt. Mit értek ez alatt? Tehát, hogyha egy krimit szeretnétek megírni, akkor ne gondoljátok, hogy elég, hogyha krimiket olvastok. A klasszikusokat megkerülhetetlennek gondolom. Úgy érzem, hát nyilván a kortárs irodalmat is. Tehát egy rendkívül nagy átfogó tudásra van szükség ahhoz, hogy mindezt magunkénak tudhassuk. Valójában, amikor leülünk x év után egy asztalhoz, és elkezdjük magát az írást, mi akkor már fejben tulajdonképpen túl vagyunk egy világnak a létrehozásán. Tehát már megvan ott valami, már elcsíptük azt a vonalat, amire nekünk az írás során szükségünk lesz. Egy feszegető, szorongató érzés lesz úrrá az emberen. Hát nem tudom csak a saját bőrömön megtapasztalt érzéseket átadni a részletekre, mert lehet, hogy ezt valaki egészen máshogy fogja átélni ezt a folyamatot. Készen állva arra, tehát, mint mondtam, egy ilyen igazi szorongató érzéssel, gyomorgörccsel, de ezt mind a pozitív értelemben érzem. Egyfajta csináljuk, mehetünk, készen vagyok rá állapotot tükrözve. Készen állunk, hogy kiadjuk magunkból mindazt, amit összegyűjtöttünk, vagy hogy is fogalmazzak. Már rengeteg világ kering bennünk, nincs egyfajta megfelelési kényszerünk, nem akarunk tetszeni senkinek. Nem vagyunk eltántoríthatóak, nem beszélünk, nem érdekel minket a külvilág, alkotni szeretnénk. Ez egy rendkívül megterhelő folyamat. Amellett, hogy boldogító és felszabadító érzés, mentálisan egy nagyon fárasztó folyamatról beszélhetünk.
Emiatt is nagyon fontos tudnunk, hogy mi az, ami minket tölt. Az írás szüneteiben, tehát a nyüzsgés, vagy a nyugalom, a magány, vagy az emberi közeg, a természet, vagy pedig egy zajos város. Az írók azok érzékenyek, tehát mutassanak bármit magukból a külvilág részére, nagyon törékenyek. Egy rendkívül nehéz munka áll éppen előttük, ami csak őrült szenvedéllyel, valósítható meg akarattal, és tényleg egyfajta elképesztő elhivatottsággal. Mik az alapfeltételek? Hát igen, egy igencsak széles eszköztárnak kell, hogy a kezébe legyen. Mind a nyelvtant és az átfogó szókincset alapnak tekinthetjük. Egyfajta megkerülhetetlen kincs, ami a birtokában van. Ugye elkezdi életre kelteni a karaktereit. Egy másik világba repíti az olvasót. Nagyon fontos, hogy ne írjátok túl a történeteteket. Tehát, hogyha a ti regényetek 300 oldalas, akkor az okkal történjen meg, hogy olyan terjedelemben írtatok. Furcsán fog hangozni, de ne tartsátok fel az olvasót. Ne akarjatok megfelelni mindenkinek. Örüljetek annak is, hogyha valakinek tetszik a regényetek. Ne törekedjetek arra, hogy ti most mindenkinek a tetszését elnyerjétek. Mert beleeshetek abba a hibába, hogyha ezen görcsöltök, akkor az nem lesz az a regény a ti gyereketek, úgymond. Ne finomkodjatok, élvezzétek a folyamatot, alkossatok. Tehát, ami még nagyon fontos, hogy ne legyetek szégyellősek. Tehát, hogyha szeretnétek valamit megírni, és esetleg mondjuk egy olyan témáról szeretnétek írni, ami nagyon magánjellegű. Tehát, hogyha például egy szexi jelentet szeretnétek leírni, akkor azt nem tudjátok megtenni szégyellős formában, akkor azt oda kell tennetek. Jegyzeteljetek, sose tudhatjátok, hogy mikor tör rátok az a gondolat, ami akár az egész regényeteknek a kulcsa lehet, a kulcs jelenete, vagy a kulcs személyisége. Tehát nagyon éberen kell lennetek éjszaka is, abban a folyamatban, amikor épp a regényeteket írjátok. Olvassatok rengeteget, olvassatok újra, figyeljétek meg azt a regényt, amit már elolvastatok egyszer, többször, akárhányszor, hogy milyen újat fog adni, mert újat biztosan fog adni. Ismerjetek meg újabb történeteket, újabb írókat, és legyetek képben mindenképpen. Minden nap szakítsatok időt az írásra, és semmiképpen ne feladatként éljétek meg, inkább olyan leküzdhetetlen vágyként, amivel adni szeretnétek az olvasó részére. Hát hirtelen ezek jutottak eszembe az írással kapcsolatban, meg még egyébként rengeteg sok minden, de hát nem akarom rátok ömleszteni mindezt egyszerre. Hát első körben ennyit szerettem volna elmondani az írásról, hogyha tetszett nektek, akkor mindenképpen lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra, és hogyha bármiféle tapasztalatot szeretnétek velem megosztani ezzel kapcsolatban, akkor azt a komment szekcióban megtehetitek. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek! A felforradó vizem.